Köszöntöm a kedves nézőket! Tegnap tartotta ez évi utolsó ülését Cegléd város képviselőtestülete. Jelentkezünk a szokásos közérdekűvel. A stúdió vendége dr. Csáky András polgármester. Köszöntöm, polgármester úr, köszönöm, hogy eljött. Én is köszöntöm, szerkesztő úr, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a nézőket is. Polgármester úr, mielőtt a napi rendeket tárgyalnánk, mondhatom azt, hogy szokás szerint kezdjük a lakossági félórával. Így van, ugye most is volt érdeklődő, két állampolgár tette föl kérdéseit, illetve mondta el véleményét bizonyos dolgokat illetően. Egyrészt a Szolnoki úton a sorompó előtt még ugye a tőzéppel szemben egy ilyen kis erdő volt korábban, és annak a kivágását tették szóvá a lakossági fél óra során, illetve hogy ott szemetet raknak le. Korábban ez már egyszer valahogy szóba került, és akkor a hivatal munkatársai utána néztek, hogy az egy magánterület. Ugye a jogszabályok úgy szólnak, hogy a fakivágást a közterületen kell előzetes engedélyhez kötni, tehát előtte engedélyt kell kérni. Magánterületen ilyen jellegű előírás nincsen, tehát ebben nincs beleszólásunk. Azt meg majd utána fogunk nézni, hogy a szemétlerakás az hos, mint történt. Ugyanez az állampolgár a Infinamba dolgozó indonéz vendégmunkásoknak a jelenlétével kapcsolatban fejtette ki a véleményét. Ehhez meg aztán végképp semmi köze nincs a városnak. Ugye annak idején még mielőtt 20 indonéz vendégmunkás, illetve tanuló, mert az egy kinti műszaki főiskolának a hallgatói jöttek ide gyakorlatra, legalábbis ezt a tájékoztatást kaptuk, azon kívül, hogy még pluszba jöttek volna, arról nincs tudomásunk, hogy miért nem magyarok, hát nem találnak munkaerőt, tehát ez is hozzátartozik a kérdéshez. Sőt, attól félünk, hogy magának a Infinamnak a bővítésének az egyik akadálya lesz, hogy találnak-e itt helyben megfelelő munkaerőt. A másik megszokott vendégünk már, aki volt a Budai útról, de egyrészt, hogy van-e a Budai úttal kapcsolatos infrastruktúrális fejlesztést illetően koncepció. Hát a idei esztendőben ugye 14 utcába vezettük be ott a vizet. A csatornázás az önmagában adja ezt a fejlesztést, mert nyilvánvaló azzal párhuzamosan kell, hogy folyjon. Én sajnálom, és erről már korábban szó volt, hogy már 95-ben több mint 100 millió forint rendelkezésre állt a számlán, amikor meg lehetett volna akkor csinálni, és abból a pénzből nem csak a vizet, hanem a csatornát, hogy az elődeim miért nem intézkedtek ebben az ügyben, azt azóta se tudom. És nyilvánvalóan a úthálózatnak a fejlesztése az attól függ, hogy milyen forrás áll rendelkezésre. Lesz-e olyan pályázat, ami külterület, azért jó részt ez külterületről van szó, infrastruktúrális fejlesztését lehetővé teszi, és amekkora összegű a pályázat, nyilvánvalóan megvan a mérnöki előírás annak, illetve észszerűség, hogyha pénz áll rendelkezés, akkor mely utcák azok, amelyek először úthálózatot kapnak, de jelenleg még nem látok erre vonatkozóan semmit. Valamint kifogásolták, hogy ott faágakat vágtak le, és hogy azt még nem takarították el. A Márvak vezetője ott volt a helyszínen, nem önkormányzati munka, vagy a közútkezelő dolgozott, vagy pedig a áramszolgáltató a drótokat, birizgáló ágokat vágta le, és még nem szállította el, tehát ez nem mi tőlünk függött. Úgyhogy ez volt a lakossági fél óra lényegében. És szintén még a úgynevezett, mondjuk így, hogy hivatalos napi rendi pontok előtt emlékeztek vissza tulajdonképpen egy közelmúltban megrendezett világbajnokságra, a kettlevel világbajnokságra, és ennek kapcsán köszöntötték dr. Majorosi Lázár Anitát. Valóban, hát ugye Cegléd életében először történt az, hogy világbajnokságot rendeztek, még ha egy ilyen furcsa, érdekes sportágban is, de hát furcsa világban élünk, kettlebel. Csak a nézőknek mondom, először én sem tudtam, hogy mi az, ilyen nagy vasgolyókat emelgetnek. A cári Oroszországból származik maga a sportág, és itt a Majorosi Lázár Anitának köszönhetően rendezték itt meg a világbajnokságot a vadonatúj sportcsarnokba, és a ő által a vezetett helyi sportegyesület több aranyérmet és értékes helyezést ért el, és ezt köszöntem meg egy csokor virággal és egy kis ajándékkal, mert csak hírünket, jó hírünket vitték a világban ennek révén is. Nézzük a napi rendeket. Mit kell tudni a
központi háziorvosi ügyelet átszervezéséről. Ez napirendként szerepelt tegnap. Valóban, korábban már több mint egy éve született egy olyan jogszabály, hogy a önkormányzati feladatkörből, ugye eddig az önkormányzatok feladata volt a házi orvosi és a házi gyermekorvosi ügyeletnek a megszervezése, ezt a feladatot elvették a önkormányzatoktól, és fokozatosan történt ez az átállás. Lényegében a vármegyék közül Pest vármegye az utolsó. Jövő év januárjában, illetve február 1-től történik itt az átállás. Korábban mind a szolgálatot átvevő országos mentőszolgálatnak a helyi vezetőivel, illetve az itt intéző vezetőivel, valamint az érintett kollégákkal tartottunk egy egyeztetést, és most meghoztuk azokat a döntéseket, amelyek az átállás lehetővé teszik. Egyrészt február 1-től a működési körünkből kikerül ez a feladat, másrészt ingyenesen, megint ugye természetesen ingyenesen átadtuk azokat a helységeket, ahol eddig is az ügyeleti szolgálat folyt, hogy a későbbiek folyamán az OMSZ ott ezt a tevékenységet tovább folytathassa. És ezzel kapcsolatban hoztuk meg ezeket a határozatokat, úgyhogy miután ez ügyeleti központ lesz, ugye lesz gyermekorvosi ügyelet is Cegléden, lesz telefonos tanácsadó ügyelet is, tehát egy komplex központként, járási központként fog Cegléd szerepelni, és hát én biztos vagyok benne, hogy azok a párhuzamosságok, amelyek esetenként feleslegesek voltak a korábbi években, így, hogy egy kézbe került az irányítás, ez meg fog szűnni, és én biztos vagyok benne, hogy zökkenőmentesen meg fog történni az átállás, és a lakosság semmit nem fog érezni ebből. Kosárlabdapálya és játszótér kialakítása, fejlesztése, a konkrét tartalma az Örkényi úti általános iskola támogatási kérelmének előterjesztő, dr. Csáki András. Valóban az Örkényi úti iskola igazgatója levélben fordult az önkormányzathoz azzal a kéréssel, hogy ott egy játszóteret, illetve egy kosárlabda pályát szeretnének kialakítani, hisz a ott élő gyerekeknek a városba történő bejutása eléggé nehézkes, és hogy azt a különbséget, infrastruktúrális különbséget, ami ezen a téren is adódik a két térség, az úgyerés mondjuk a belváros között, hogy azt amennyire lehet próbáljuk csökkenteni. Az idei évi tartalékanyag terhére 10 millió forintot, illetve a jövő évre 5,5 millió forintot kértek. Egy alapítvánnyal együtt alakítanák ki ezt a játszóteret. A levélben az szerepel, hogy természetesen az Ugyérben élőknek a teljes kiszolgálását, tehát nem csak az iskolai tanulóknak a használatára kérik ezt, illetve alakítják ki ezeket a pályákat. Most az előterjesztésében így konkrétan nem került bele, de aztán most ott a vita közben beírtuk azt, hogy kötelesek mindvégig, minden időszakban, tehát télen-nyáron, iskolai szünetben is nyitva tartani ezt az objektumot, hogy az ott élő gyerekek ugyanolyan feltételek között tudjanak élni, legalábbis ezen a téren, mint itt a városban élők. Én úgy gondolom, hogy ez egy szükséges és egy pozitív döntés volt. Napirendként szerepelt pályázatbeadás az Országos Görpark programra. Mi lesz ennek a sorsa? Mi lett ennek a sorsa? Hát ez egy érdekes dolog. Itt egy elég nagy vita alakult ki, hogy hangsúlyozom, mindenfajta extrém sportot, meg mindenfajta ilyen bohókás sportot támogatok, ha van rá pénz. De mindaddig, amíg járhatatlan utak vannak, mindaddig, amíg csatornázatlan területeink vannak, mindaddig, amíg nem látnak az emberek, mert nincs megfelelő világítás. Tehát ha más helyre fontosabb források szükségesek, addig az ember elgondolkozik rajta, hogy mondjuk egy ilyen programba belevágjunk-e. Emlékezzünk, hogy az elmúlt időszakban egy BMX pálya épült kint a fürdő mellett. Ez is nagyon tanúságos volt. Én valóban a nyáron is, meg ősszel is, már iskolai időszakban is, hétvégenként többször direkt kimentem, kíváncsi voltam, hogy egyáltalán használják-e ezt a pályát. Én egyszer találtam egy fiatal embert, ott az is sajnos isak nélkül használta a pályát, de ha most kimegyünk és megnézzük, nyilvánvalóan nem feltétlenül téli időszakban, de ha annyira lelkesek, meg annyira szükség van ilyen jellegű pályára, akkor azért ilyenkor is szokták használni, letakarítják és használják, nyoma nincs annak, hogy körül-körbe.
Hát érdekes, más a látó szögünk a fideszes képviselőkkel szemben, mert ott ketten is ugye arról nyilatkoztak, hogy rendszeresen ott szoktak sétálni, és hogy sőt volt olyan, hogy sorba álltak, hogy föl tudjanak menni. Hát érdekes, nem tudom, hogy hol sétált és mit láthatod, de hogy ott nem, az biztos. Na teljesen mindegy. És ezt folytatandó, ez a Görpori pályázat jött be, ami tulajdonképpen három kategóriát kínál föl, egy 50%-os finanszírozási pályázat, 40-50, illetve 60 millió forintos saját igényléssel írták ki a pályázatot, amit a jövőben kell megvalósítani. Bizonytalan és nehéz a következő évünk, ezért én az előterjesztésemben azt javasoltam, hogy most ne éljünk ezzel a lehetőséggel. Ferenci képviselő úr mindenféleképpen, hogy hát ezt legalább próbáljuk meg, és majd meglátjuk, hogy lesz-e rá pénz, vagy nem lesz rá pénz, de ismerjük ezt az utat, mert hogyha elnyerjük a pályázatot, akkor meg azt mondják, hogy ne engedjünk el elnyert pályázatot. Szóval ezek a jelenlegi állapotban, tehát azt mondom, hogy a mostani viszonyaink között olyan beruházások, amik halaszthatók lennének mindenféleképpen. Nekem az volt az előterjesztésem, volt egy módosító javaslat, hogy akkor szerintem 60 millió forintos, tehát a saját igényt igénylő, saját forrást igénylő pályázatot nyújtsunk be, de hát homok került a gépezetbe. Az én javaslatomat módosításként valamelyik képviselő fönntartotta, arról szavazott először a testület, azt nem kapta meg a többséget, akkor utána az én B-határozati javaslatomat, hogy minimalizáljuk, tehát hogy a 40 millió forintot kelljen, azt se kapta meg, és akkor utána Ferenci képviselő úr 60 millió forintos javaslata, és azt se kapta meg a minősített többséget, tehát tulajdonképpen startvonalnál vagyunk, illetve nem vagyunk ott se, a jelen állás szerint nem lesz Görpark, vagy ez a Görkorcsolya park. Támogatási kérelem, sőt kérelmek. Ez ilyen sportos közérdekű most. Hát, CKKS-e támogatási kérelme, pontosabban kérelmei, illetőleg CVS-e támogatási kérelme, akár egyben is tárgyalható. Hát igen, ugye emlékeztetem a nézőket, hogy múlt év elején volt a kosárlabda, vagy kézilabda csapatnak, bocsánat, tehát a felnőtt kézilabda csapatnak egy 65 millió forintos visszatérítendő támogatási kérelme. Azt a testület jóvá hagyta azzal, hogy ha október végéig nem fizeti vissza, akkor inkasszót nyújthatunk be a sportegyesülettel szembe. Már akkor érdekes volt, mert Ferenci képviselő úr már ott elszólta magát, hogy úgyse fogják visszafizetni. Mindezek ellenére a támogatási szerződést az egyesület aláírta, holott ha annak a tudatában írta alá, hogy úgyse fogja visszafizetni, az már valahol a BTK-t sorolja szerintem. De hát megtörtént a szerződéskötés, letelt a határidő, mi felszólítottuk az egyesületet, hogy teljesítse a kötelezettségét, fizesse vissza a kölcsönt. Erre érkezett egy kérelem, hogy kérik, hogy egy fél év haladékot adjunk még. És ezt a testületnek fogalmazták meg, tehát nem polgármesteri hatáskörben, hanem testület elé kellett bevinnem. Majd ezt követően először a CVS-e labdarúgó szakosztálya, egy 15 millió forintos, vagy 30 millió forintos kérelemmel, illetve megint a kézilabda szakosztály egy ismételt 60 millió forintos, tehát repkedtek a milliót, vissza nem térítendő támogatásra nyújtott be kérvényt. Nagyon érdekes, hogy sem a bizottsági ülésen, sem a testület ülésen egyik egyesületi vezető nem jelent meg, ugyanis kifogásoltam, hogy mint egy feneketlen zsákban töltjük be a pénzünket ezekbe az egyesületekbe. Ugye mindig az utánpótlás neveléssel jönnek, ugye a szegény gyerekek sportolása, de hát a szegény gyerekek szülei azért havonta több ezer forintot fizetnek tagsági díjként azért, hogy sportolhassanak a gyerekek. Sőt,
Erre való tekintettel az önkormányzat egy külön alapot hozott létre, azon gyerekek megsegítése céljából, akik szociális alapon nem tudják a tagdíjat kifizetni, hogy átvállaljuk ezt a költséget helyettük. Tehát ez nem érv. Sajnos nekünk nincs jogunk arra, hogy a gazdálkodást áttekintsük, hogy hogy működik a sportegyesület, ugyanis tudomásomra jutott, és erről írásbeli dokumentációm is van, hogy az év folyamán a sportcsarnok építője 200 millió forinttal támogatta meg az egyesületekkel. Kíváncsi lettem volna arra, hogy hova lett az a pénz vajon. Kíváncsi lettem volna arra is, hogy akkor, hogyha ilyen nehéz helyzetben vannak, és fölépült az új sportcsarnok, ahol a kézilabda szakosztálynak ott van az irodája, akkor a Szív utcában miért kell továbbra is egy épületet iroda címén bérelni, és ott nem tudom, hogy mit csinálni. Tehát sok olyan kérdés merült föl bennem, amit jó lett volna tisztázni, hogyha ott vannak a tisztelt vezető urak, meg hát ugye a kézilabda csapat egy volt válogatott Császár Gábor személyében egy tanácsadót, vagy nem tudom milyen cím alatt, gondolom, hogy nem minimál béren alkalmaz. Hogy akkor megkérdeztem volna, hogy Császár úr mondjuk a volt válogatott társával, az I.S. Ferenccel, aki jelenleg a szövetség főtitkára, fölvette a kapcsolatot, hogy segítsék központilag a kézilabda egyesületet, ugyanis ne felejtsük el, hogy a kézilabda egy kémelt sportág, és 100 milliárdokkal támogatják tulajdonképpen a központi költségvetésből, a mi adóforintjainkból, akkor már ne önkormányzati adóforintokból kérjenek még plusz támogatásokat, illetve megkérdezhetem azt is, hogy Földi László képviselő úr milyen lépésük, nagy szerelmese ugye a kézilabdának, milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy támogatást szerezzen. Az, hogy a központi költségvetés nem szívesen ad Ceglédre támogatást, azon viszont nem tudok csodálkozni, hisz emlékezünk vissza, hogy 2019-ben, amikor kaptak egy 200 millió forintos központi támogatást, akkor abból a világbotrány lett, hogy a elnök úr, meg az edző úr Jaguar gépkocsit bérelt belőle, tehát nyilvánvalóan ilyenkor azt mondják, hogy inkább ide nem adjuk a pénzt. Summa summarum, én azt kértem a testülettől, hogy miután nincs forrásunk, és tényleg nincs forrásunk, mert nem volt betervezve a költségvetésbe, és nagyon kifeszített az idei költségvetésünk, és a jövő év is eléggé nehéz év elé nézünk, hogy ne adjunk most helyt ennek a kérvénynek, de hát a Fidesz többség az megszavazott azt hiszem 35 millió forintot, és talán 15 millió forintot. Nem az ő pénzük, úgy gondolják, legyen a polgármester gondja azt, hogy hogy fogja előteremteni ezt a dolgot, de megmondom, miután veszélyeztetve látom az önkormányzat működését és a kötelezően ellátandó feladatokat, mert ez nem egy kötelezően ellátandó feladat, mindaddig, amíg nem látom biztosítva a működésünket, addig nem fogom aláírni a kiutalást. Polgármester úr, 2 percünk van, és van még egy fontos téma. Labdázók, közismert a kedves nézők előtt is az ügy, lakossági panaszra bezárt, aztán most kinyitott. Kúria döntése, hogyan tovább, lesz-e fejlesztés? Igen, december 6-án, ugye már korábban, amikor kiírták a tárgyalást, akkor ugye úgy tettem fel a kérdést, hogy mit fog hozni a Mikulás. Hál' Istennek nem virgács volt a csomagban. Ott voltam a kúria tárgyalásán, érdekes volt, mert hát nem minden nap kerül ilyen helyzetbe az ember. A kúria azt a döntést hozta, amit vártunk, hogy igenis van mérlegelés, van a közjó érdeke tulajdonképpen, hogy két ember, még hogyha az ember azt mondja, hogy a saját szemszögükből lehet, hogy zavaró részükre, tűrni kötelesek azt, hogyha a környezetükben több száz gyermek használ ilyen labdázókat. Úgyhogy a ítélőtáblának az ezzel kapcsolatos korábbi döntését, amely kizárólag csak a zajhatás mértékét vette figyelembe, és az is egy bizonytalan mérés volt, hisz emlékezzünk vissza, hogy az egyik helyen nem is tudtak mérni, a másik helyen is csak minimálisan lépte át a határt a zaj erőssége, tehát ezt hatályon kívül helyezte, ezzel ellen már nincs semmiféle fellebbezés. Ugye korábban, februárban a költségvetés tárgyalásakor már a köztársaság utcai óvodák, vagy a labdázók tekintetében született döntés, hogy fel kell mérni a felújításnak, és meg kell terveztetni, ez megtörtént. Megvan a két labdázónak tulajdonképpen a már
hónapok óta megvolt, csak vártuk ezt az ítéletet, hogy akkor beindíthassuk. Az egyik azt hiszem 48 millió, a másik pedig 45 millió forint a teljes felújítása, plusz most még ugye a Fidesz, hogy hát valamit mutasson, amit mutatni akar, még a Kossuth-Ferenc utca mellett lévő labdázót is bevonta ebbe, tehát most azt is fölmérjük és tervet készítettünk. Ha lesz rá pénz, ugye most akkor vagy a kézilabdának adunk, vagy pedig több száz gyereknek a labdázót hozzuk helyre, vagy járdát építünk és kátyúkat tömünk be, vagy a kézilabdának adunk pénzt, tehát el lehet dönteni. Ismét lesz polgármesteri beszámoló. December 18-án hétfőn 16 órakor az internet segítségével. Igen, igen. Most sajnos változtatni vagyunk kénytelenek, aminek én nagyon örülök, mert egy kiváló könyvemutató lesz a múzeumban, és arra az a megtiszteltetésért Koltói Ádám, illetve Kisfaludi István könyve jelenik meg, hogy én tartsak egy rövid beszédet a könyvvel kapcsolatban, és ott kötelezettségem van, aminek nagyon nagy örömmel teszek eleget, ezért kellett előrébb hozni, de bízom benne, hogy ez nem fogja megzavarni a élményét a beszámolomnak. Amely tehát december 18-án hétfőn 16 órakor lesz, és elérhető a polgármesteri Facebook oldalon. Oldalán. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy nálunk járt. Még azért nem kívánok kellemes ünnepeket és boldog új évet, mert jövő héten még várjuk egy évértékelő háttérbe, úgyhogy jövő héten. Köszönöm szépen, hogy itt jött. Én köszönöm, viszontlátásra. Kedves nézők, ez volt a közérdekű. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.